Harmadik félidejéhez érkezett a Kassai Viktor és Lipták Zoltán között zajló jó hírnév megsértése miatt indult per. Az ominózus rasszista kijelentés meghallgatása miatt a mostani tárgyaláson már az említett mérkőzés felvételét is megnézték, amely alatt a bírók zárt láncú beszélgetését is hallani lehetett. A hangfelvételt használhatták az eljárásban, a közvetített képet azonban a bíró hamar kizárta a bizonyítékok sorából. Azon ugyanis a felperes csak ritkán látszódik közelről, így nem minden mozdulatot lehet követni a játékvezető tevékenységében. Mit csinál, kivel beszélget esetlegesen? Ezért az ezenokból bizonyítékként nem értékelhető jelen ügyben, csak annyiban, mi szerint a felvétel szerint a mérkőzés 37. percének végén kapcsolatba kerülhetett egymással a felperes és a tanú egy a Diósgyőr ellen megítélt szabadrúgás alkalmával, mellyel együtt és amelytől függetlenül is semmi nem zárja ki, hogy egyéb alkalommal is kapcsolatba kerülhettek egymással, csak azt nem mutatta a mérkőzést közvetítő tévétársaság. Kassai Viktor ügyvédje szerint a hang- és képfelvétel egyértelműen bizonyítja, hogy az ominózus rasszista kijelentés nem hangzott el a találkozón. Továbbra is nekünk az az álláspontunk, hogy az alperes a saját fegyelmi felelősségének az enyhítése miatt terhelte ezzel a mondattal, ezzel a valótlan mondattal felperes a fegyelmi eljárás során, amit egyrészt nem igaz, hiszen most már bizonyítottan hallható és látható, hogy nem hangzott el. Alperesen azonban nem mérte fel azt, hogy ennek a valótlan nyilatkozatnak milyen következménye lehet. A védelem szerint azonban a hangfelvétel sem bizonyító erejű, és nem csak a minősége miatt. Negyedik perc videó szerint második másodpercében a Szarkákossal folytatott kommunikációt nem véltem felfedezni, videó szerint 24. perc, 40. másodperc tekintetében az Epegyesivel folytatott kommunikációt csak részben véltem rögzíteni vagy hallani a felvétel alapján, és több esetben úgy véltem, hogy maga a játékvezetők egymás közötti kommunikációt sem feltétlenül rögzíti. A per majd ősszel folytatódik, a bíróság majd a nyári szünet után jelöli ki, hogy mikor lesz a negyedik tárgyalási nap.